Srácok, itt a BGM-én Ricsi vagyok, és ez a CMT a V3. Egy random X-öt kiabálta, vagy X-ötből kiabálta kifelé, hogy igen elvihető Skyline, úgyhogy megyek utánuk. Srácok, ez tuti, hogy rablás, ki fognak rabolni a francba. De szerintem ennyit megér, mert azt mondják, tékes Nissan Skyline, nem tudnak vele mit csinálni. Púduma, de nem baj, megéri. Max 9000 dolcsit vihetnek el tőlem, és ez egy tök jó RP lesz. Legalábbis kurvára remélem, hogy nem lesz izé non belőle. Hát meglátjuk. Ezt megkövetjük őket. Valóna lehet lesz tudni, hogy megyünk ki a spicsával. Ha nincsenek emberek, hasonló dolgok. Ahol idézőjelesen nem hallják a sikolyomat. Op, op, op! A kurva élet. Nem baj, nem baj. Megyünk utánuk, nagy gázzal. Menjünk már. Mi a fasz? Na most meg belehúznak, mint a kurva isten. Na, megyünk ki a buspicsából. Tuti el fognak rabolni. Nem baj, nem baj. Ó, az mi az? Bele van bagolva egy autó a földbe. Hogy megfogtam? Ők is mindjárt felborulnak. És azon gondolkozom, hogy úgy szedjek el ki az autóból, hogy már nálam van egy akkoltom. Vagy az túl gyanakó lenne. Hát ha tényleg kapok egy Skyline-t. Na úgy néz ki, megjöttünk. Nem veszem elő a koltot, mert mi van, ha mégse. Nem találják a kulcsot, az fasza. Most hogy azon, hogy oda akartak bezárni? Vagy pedig tényleg ott akarnak adni egy autót, csak tüntessem el. Vagy meg nem lenne szar. Legalább köztetek ki tudnánk sorsolni. Na hát ismernek. És milyen lambóról beszélnek, nem vágom. Megy az, hogy a hegyen van. Mit keres egy autó a hegyen?
Tudtam. Hoppá. Na, srácok, úgy tűnik, elrabolnak engem a kecibe. Baszki. Nem gondoltam volna, hogy így fognak kirabolni. Tehát túl egyértelmű volt. Direkt mentem bele a játékba egyébként. Tehát egyértelmű volt, hogy Skyline csak úgy nem adnak oda. De mondom, jó kis videó alap lenne az egészből. És hát a gyanúm beigazolódott. De jól jártak velem, mert 105 ezer dollár készpénz van nálam, tehát a 9 ezeret azt elviszik szépen. Hát dugva kérdeztek, de hát nem baj, belefér teljesen, én abszolút vevő vagyok a dologra. Jó kis RP szituáció, már rég volt, kicsit kezdem unni egyébként ezt a kereskedősdit, úgyhogy... Na kíváncsi, hogy fogja leerpézni a srác. A húzás innen a faszba, jól kifosztottak a kurva anyukat. Nem a kurva anyukat, de azért, na. Na hát ez izé, hát jönnek szembe! Na kezdjük el megjegyezni az arcokat. Na hát, lesz egy fasz a kis hajtóvadászat az urak ellen, semmi gond. És hát nem is feltétlen hajtóvadászat, de azért, na, megjegyeztem őket. Na
autós tani lesz a Seaburgernél. Meg kéne javítani a Broadwinget, aztán kimenni rajolni vele. Ott egy repcsi, de menő. Na, a fix kártyát kéne szerválni a Broadwinghez, mert hát azt onnan nem tudom eljuttatni a szerelőtelepig. Hát nem baj. Kurva remélem, hogy jó irányba jövök egyébként. Hát nem annyira. Te egy kocsi keresztbe, fasza. De jó irány ez. Ugratunk egyet a BMW-vel, minden fasza. Kis hátsó kerekes csoda, úgy megy keresztül, mint tavaly. Hoppá, ez nem én voltam. Ne, hol kellett volna innen elmenni? Ó, baszki. Na jó, ezzel kezdünk a szerelőteletnél, aztán szerzünk egy fiszkártyát a Bloodringhez, és megyünk gizdáskodni a Seaburgerhez. Ajaj. Komoly gondok vannak, srácok. Nem tudok vezetni. Jó, mondjuk sose tudtam, tehát ez tény. Csak IRL. De hát az egy szarra sem megyek, a VSD annyira nem hasonlít egy kormányhoz. Lehet szarni bele. Azon csodálkozom egyébként, hogy elvitték a koltot, a lőszereket, a kést, de volt nálam 100 000 készpénz, és ahhoz nem nyúltak, pedig 9 000-ig vihették volna. Na nem baj. Na, mekkora a sor? Nincs sor. Nos, srácok, megszereltettük a kocsit, úgyhogy ebbe a részbe sajnos ennyi fért bele, ez egy ilyen kis quick business nélküli dolog. Úgyhogy a következő részben már Tamással együtt készülünk egy kis fasza bizniszre, mert szedjük össze a lőszertartalékokat, illetve vásároljuk fel őket, úgyhogy készüljetek. Addig is, sziasztok, ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni ezt a videót. Sziasztok!